Sziasztok! Kellemes péntek estét, délutánt vagy mi van most? Mindenkinek reméljük, hogy jól telt a hetetek, és indul a hétvége! Egy kicsit erre felkészítve és kipihenve a hetet, most autós híreink következnek. Tavaly évben rekordot döntöttük itthon, gyorshajtásból. Norvégiában 2025-től lehet, hogy már nem lehet benzines autót se kapni. Több millió forintnyi érték és több száz lóerő egy helyen, mindez tisztán elektromosan? Ez volt a Tesla Jambori, ezen a héten kedden nálunk itt az alapjáratnál. Szépen alakult itthon az új autók eladási statisztikája az első negyedévben, és újraéred a Ford Puma, de nem úgy, ahogy szeretnék. Szépen kaszált az ORFK tavaly, ebből akár több lottógyeremény is kijött volna, hiszen a tavalyi évben rekordszámú 623 ezer gyorshajtást regisztráltak. Persze ugye szeptembertől már lesből is elcsíptek egy-egy gyorshajtót, de addig is a VEDA rendszer elég jól működik, és bár már 2016 óta ugye ez ott lebeg a fejünk fölött, ezek szerint sokan ezt még mindig vagy nem tudják, vagy nem vették észre, ugyanis az összbevétel 21,1 milliárd forint volt csak a gyorshajtási büntetésekből, úgyhogy szépen termeltünk, de nem így kéne. Mert az előző hír alapján ugye gyorsan menni még mindig szeretünk, és ezzel azért bevallom, én is így vagyok, egyszer-egyszer azért már el tudtak csípni, na de majd jobban odafigyelek. És a lényeg az, hogy viszont ezzel párhuzamosan azért csökkentek legalább a balesetek, legalábbis az első két hónap statisztikái alapján. Február végéig 1906 darab sérüléssel járó közúti baleset történt, ez bő 12%-kal kevesebb, mint előző évben. Az irány jó, de azért meg kéne célozni, hogy a lehető legkevesebb baleset történjen. A gyorshajtások azért még mindig 36%-kal vezető szerepet játszanak a súlyos balesetek bekövetkeztében, aztán a második helyen a meg nem adott elsőségek állnak 26%-kal, és a kanyarodási szabályok megszegése is igencsak ott van a harmadik helyként 13%-kal a baleseti okok között, úgyhogy azért figyeljünk oda jobban egymásra, viszont szerencsére a halálos kimenetelű balesetek is csökkentek, szeretnénk, hogyha ez a jövőben akár nullára redukálódna. És jó hír, hogy viszont az italozással kapcsolatos balesetek száma csökkent, míg 2000 környékén minden 9. balesetben szerepet játszott az alkohol, ez mostanra már csak minden 15. balesetre igaz. Hajrá Norvégia! A skandináv országok egyébként is élen járnak sok mindenben, például alkoholfogyasztás, hosszú hidegtelek és rövid hideg nyarak, de szerencsére azért a környezet tudatosság és az újrahasznosítás is ott van, például nem nagyon szemetelnek. Az erdőben nem láttok olyat, mint sajnos itt Magyarországon, úgyhogy azért van mit tanulnunk tőlük. Ugyanígy az elektromos autózás is ezek közé tartozik. Képzeljétek, csak márciusban Norvégiában az új autók között 58%-ban tisztán elektromos autót vettek. Egyébként ez a statisztika évről évre javul, 2013-ban még csak 5,5%-os volt ez az arány, teljes évre bontva, 17-ben már 20,8%-os, a tavaly évben pedig már 31,2%-a az összes eladott új autónak tisztán elektromos üzemű volt. Az idei évben biztos, hogy ez a szám még tovább növekszik, főleg, hogy a céljuk az, hogy 2025-ig már eltűnjenek a fosszilis meghajtású autók, és csak tisztán elektromosat lehessen venni. Merész tervek! Nálunk egy kicsit másképp alakulnak ugye az új autó eladások, és ezen belül az elektromos autók aránya is. Itt a tavalyi évhez képest, hogyha az idénre megcélzott 2000 darabot tudjuk teljesíteni, akkor az már 54%-os növekedést fog jelenteni, ugyanis tavaly kevesebb, mint 1000 darab kelt el tisztán elektromos autóból. Na, nézzük, hogy mi a legnépszerűbb. Hát legalább egy kicsi hazai az, ami a nagy kedvencek között van. A Suzuki nyerte ugyanis minden olyan kategóriában, ahol ő is kínál modellt, az összes vonalon az új autó eladási statisztikát összesen 5325 autóval, és hát továbbra is a Vitara a legnépszerűbb darab, 2255 eladott autóval. A Ford egy kicsit lemaradt 3416 autóval, így az első negyed évre lebontva, és a bronzérmes a Skoda lett 2865 darab gépjárművel. Egyébként az összesítés közel 3000-rel több, mint a tavalyi első negyed évben. 34335 autó talált gazdára itthon. Egyelőre. Újraéled a Ford Puma, de nem abban a formában, mint ahogy gondolnánk, mint ahogy szerettük volna. Ugye ez egy klassz, jópofa, szerintem inkább azért kicsit a hölgyeknek tervezett, de egy élhető kis városi kupé volt, akár 155 lóerős kivitelben is. Sőt, egy Supersport 1600-assal, ami kicsit fel lett húzva 200 lóerőre, még 2008-ban a brit rally bajnokságon is elindultak, nem túl nagy sikerrel, de részt vett rally autóként is a bajnokságban. De most őt is utolérte az SUV vírus. A 2020-ra tervezett, újraélesztett Puma már crossover lesz.
egyel kisebb lesz, mint a Kuga, és egyel nagyobb, mint az EcoSport, így a kettő közé préselik be a Fiesta alapokra épülő 2020-tól kapható autót, mert az erőforrás szintén 155 lovas, de csak ennyi marad meg a múltból, ugyanis ez már csak egy 1 literes, 3 hengeres, turbós, mild hibrides valami, szóval ez se lesz a régi. Ha valaki egy klassz kis kupét várt Puma néven, ne keresse. A héten kedd délután teljesen felvillanyozódott az alapjárat szerkesztősége, hát szó szerint ugyanis a Max ZRT, a Magyar Autókereskedőház ZRT jóvoltából itt volt nálunk 4 darab Tesla 1 Model X, ugye egy nagyobb, és 4 darab 3-as Model 3-as, ami kvázi az elérhető kategóriája a Teslának a tisztán elektromos meghajtású szuperszportautók piacán. Erről a klassz kis elektromos találkozóról egyébként az alapjárat a Facebook oldalunkon találtok is fönt live videót, illetve egyéb felületeinken is találtok majd klassz vágott videót belőle, úgyhogy ha szeretitek a Teslát, vagy csak érdeklődtök az elektromos autózás iránt, akkor nézzétek meg ezt a kis válogatásunkat, és hogyha Teslát szeretnétek, mert megtetszett, akkor pedig irány a Max ZRT. Ezek voltak a mai autós híreink, köszi, hogy velünk tartottatok, vasárnap Imeldával találkozhattok, ne felejtjétek el a weboldalunk mellett az összes social felületünket, aztán majd jövő hétre megtanulok beszélni, köszi, csá!